Alig, hanem ennek a fejlesztésnek örültek a legjobban a társulat tagjai, hiszen éveket kellett várniuk a színház bájróti függönyének lecserélésére. A háttérben már állnak a legelső darab, a szeptember 9-én bemutatandó, a Sátán kutyája című Sherlock Holmes történet díszletei. Ezzel veszi kezdetét a 2017-2018-as évad. A színházi évben színpadra kerül emellett az Illatszertár című darab, a nagy sikerű Chicago című musical, Friedrich Schiller Don Carlosa, a Hülyéje című vígjáték, a Diótörő című zenés mesejáték. A kamarában látható lesz többek közt az Asszony asszonynak farkasa, a Linen szépe című fekete komédiája, a gyerekeket pedig a Kék pék, a Maszmók Afrikában és a Mirbur kalandjaival várják. Az ügyvezető igazgató az évad nyitón szót ejtett a szabadtéri nyár programsorozatáról, amelynek előadásai ismét nagy sikert arattak a közönség körében. Mind nézettségben, mind bevételben sikerült pozitívat előrelépni. A nézettségi adatokat a tavalyi 91-ről 96%-ra emeltük, még az egy előadásra jutó átlagbevételt is sikerült egy 100 000 forinttal tovább növelni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szabadtéri nyár abszolút sikeresen zárult. Felújításoknál pedig nagyon sok olyan dolog volt, ami a korábbi években hiányzott, vagy úgy gondoltuk, hogy már nagyon ideje lenne megcsinálni. Többek között a bájráti függöny, ami a 17-18 évvel ezelőtt átadott felújításoknál nem készült el, most viszont saját erőből, illetve önkormányzati forrásból sikerült ezt megoldani, valamint az ügyelői rendszer kicserélésre, felújításra került, új lakások kerültek kiépítésre, új tehergépjárművet szereztünk be. Ebben az évadban is több vendégjátékot teljesít Budapesten és Szatmárnémetiben a társulat, amelyet ősztől 5 új színész erősít. Közülük a kaposvári Kónya Merlin Renáta például a Diótörőben és a Chicagóban egyaránt fontos szerepeket kapott. Én jelenleg a Kaposvári Egyetem 5. éves, szeptembertől az 5. éves hallgatója vagyok, Urai Péter az osztályfőnököm, és Göttinger Pál felhívott, hogy lenne kedvem részt venni az idei munkákba, vagy a következő évi munkákba, és nagy örömmel fogadtam ezt a telefonhívást, úgyhogy már várom a munkákat, amik várnak rám. Az évadnyitón a közelgő Vidor Fesztiválról is szót ejtett Kirják Róbert, kiemelve, hogy a színház versenyprogram jegyeinek 93%-a már gazdára talált. A szervezők reményei szerint a fesztiválon telt ház előtt fognak játszani a meghívott társulatok.